Jelentős segítséget kapnak azok a családok, amelyek érintettek a digitális oktatásban. A kormányfő a közösségi oldalán jelentette be, hogy 30 napig ingyen használhatják az internetet azok, akik digitális oktatásban vesznek részt. A két legnagyobb hazai szolgáltató az M1-nek azt mondta, egy egyszerű igénylés után a decemberi számlákban írják majd jóvá az oktatási célú internet árát. Amit a múlt órán tanultunk, Dajdalaci Sikaros történetéről mesélnek nevezhetjük. Még tavasszal a legkisebbeknél is áttértek az online oktatásra, most a második hullám idején egyelőre csak a közép- és felsőoktatásban vezették be az internetes oktatást. Az augusztus 31-én zárult legutóbbi nemzeti konzultáción is a kérdések között szerepelt, hogy a járvány idején az iskolás gyerekeket nevelő családoknak és a tanároknak legyen-e ingyenes az internet. Több mint 1,5 millió válaszadó támogatta ezt a kezdeményezést. Szombat délelőtt a miniszterelnök pedig alá is írta az erre vonatkozó kormányrendeletet. Akik digitális oktatásban vesznek részt, és ezért internetet használnak, erre az időszakra ingyen használhatják az internetet. Majd lesz egy vita erről a cégekkel, de most fontos, hogy a családok ezt a segítséget megkapják. A fiatalokat pedig arra kérem, hogy a digitális oktatást ne tekintsék vakációnak, hanem tanuljanak. Az M1-nek a két legnagyobb vezetékes szolgáltató közül a Vodafone írásban azt válaszolta, hogy ők adathasználat nélkül teszik elérhetővé a legfontosabb oktatási oldalakat, hogy a digitális oktatásra átállt diákokat és tanárokat ezzel is segítsék. Az ingyenes vezetékes szolgáltatás 30 napra vehető majd igénybe a Vodafone-nál. Mint írják, a szolgáltató az erre jogosultaknak a decemberi számlájukban egy havi internet hozzáférési szolgáltatás előfizetési díját egy előfizetési cím esetében jóváírja majd. Az igényt azonban külön kell majd jelezni. Hasonlóan jár el a másik nagy vezetékes szolgáltató, a Magyar Telekom is. Az ingyenes internetre jogosult Telekom ügyfelek a honlapunkon jelezhetik az igényüket a 30 napos ingyenes internet szolgáltatásra. Ez november 18 és november 27 között lesz lehetséges. Nagyon egyszerű a folyamat, az igény feladásához Telekom ügyfél esetén gyakorlatilag egy számlára van szükség, melyen az elérhetőségek szerepelnek, valamint az oktatási jogviszonyt bizonyító úgynevezett oktatási azonosítóra van szükség. Szakemberek szerint a közelmúlt fejlesztései miatt az ingyenességgel együtt járó forgalom növekedés sem okozhat gondot. Nagyon sok fejlesztésünk van folyamatban, és mondhatni, hogy nekünk volt kellő tartalékunk, hogy ezeket a forgalmakat lekezeljük, nem kerültünk szorult helyzetben. Ilyen ügyfelek nem érezhettek ilyen típusú lassulás vagy kiesést. A súlyosbodó koronavírus járvány miatt a kormány szerdától rendelt el a közép- és felsőoktatásban az online oktatásra való áttérést. A szombaton megjelent részletszabályozás szerint az ingyenes internet szolgáltatás a diákok vagy a szüleik nevére szóló vezetékes internetes előfizetésre vonatkozik, illetve az érintett oktatási szektorban tanító oktatók és tanárok is jogosultak az ingyenességre. A rendelet vonatkozik a meglévő és az ezután megkötött előfizetésekre is.